Jó estét kívánok! Köszöntöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Szerda este van, és ilyenkor kérdezd a rabit. Lehet feltenni kérdéseket a kommentekben, és próbálunk átbeszélni őket. Hál' Istennek az előző hetek után, majdnem minden ilyen beszélgetés után jöttek még e-mailek, többen voltak, akik még tovább akartak egy kicsit beszélgetni, e-mailben legalább pontosítani a kérdéseket, inkább a válaszokat, szóval nagyon fontosnak tartom. Remélem, hogy mai napon is többen lesznek, akik fel fognak tenni kérdéseket. Ugye a múlt tapasztalatai alapján azt látom, hogy mindenkinek vannak kérdések, amire keresi a választ, egy bizonyos szokás, egy bizonyos mondás, egy bizonyos talmudi idézet, amire már régen akart volna tudni, mi a helyes válasz. Közben még egy újabb könyvet is kaptam a koronavírus kapcsán, majd beszélünk erről, közben már jött egy kérdés, hogy a Tóra általában a legkevesebb szó használja, csak amit kell, és nem több. A múlt heti szakaszban van ez a része, hogy minden törzsen fejedelmehez egy csomó adomány különböző állatok edének, érdekes módon minden adomány ugyanaz, amit hoz Júda törzs főnöke, ugyanaz, mint a Iszachar, stb. Ugyanazok, 12 alkalom, miért? Az egy nagyon jó kérdés, és beszéltünk erről. Ugye már említettem egy párszor, vannak ezek a napi tanítások, amit kiküldem, ezek WhatsApp alapúak, de minden nap felkerül a tfilin.hu oldalra, és ott az egyik napon pont erről beszéltünk, és azt a választ hoztam, hogy hiába mind a 12-en ugyanazt csináltak, de mindenkinek volt egy saját indítatása, saját érvelése, saját szempont volt neki ehhez, szóval ez nem volt egy ismétlés, hiába a végeredmény ugyanaz volt, érdemes azt megnézni. Ha a Háimnak lesz egy kis ideje, akkor fogom kérni, hogy másoljon be ide a linket, hogy hol lehet ezeket a napi tanításokat megnézni az interneten, de aki akarja kapni a napi tanítások minden nap a WhatsAppon, küldje nekem egy e-mailt, oberlander@zsidó.com, és le fogom írni neki pontosan, mit kell tenni, hogy kapja meg a napi tanításokat. Nézzük meg, mi van egy másik kérdés. Az egyik versben van írva, hogy egy része ceremóniával hogy kell támaszkodni a bika fejére. Hogy lehet tartani egy bika, hogy az ember tudja támaszkodni a fejére veszély nélkül? Nem tudom. Gondolom volt erre lehetőség, mert többször van írva, hogy rá kell támaszkodni. További kérdés. Kedves Bárok, azt szeretném kérdezni, hogy mi a különbség a különböző haszit irányzatok között, és hogy alakultak ki ezek a különbségek. Ez egy nagyon jó kérdés, és erről lehetne egy hosszabb előadást is tartani, de próbáljunk egy pár mondatban összefoglalni. Ugye volt a Baal Shem Tov, az körülbelül 300 évvel ezelőtt volt, és ő elindította a haszidizmus. A tanítványai, a fő tanítványa az a Mezeritsi Mágid volt, Rabbi Dov Ber, akinek a különböző tanítványa elindultak különböző irányzatokban, különböző irányokban, különböző dinasztiák alakultak. Ezek közül azt lehet mondani, bizonyos szempontból ketté lehet csoportosítani őket, van a többi haszid és a Chabad.
A Chabadnak egy sajátossága van, mert az Altarebenek az volt a véleménye, hogy a haszidizmust azt nem csak megélni kell, hanem el kell mélyülni benne. Vagyis nem csak a szívben meg kell élni a haszidizmust, hanem az észen keresztül, és az Alter Rebbe, a Baal Shem Tov és a Mezritch Máginak egy tanításainak a mély filozófiát feltárta, bevont különböző kabbalisztikus elemeket, és ő azt mondta, ha az ember rajta keresztül jut el a haszidizmushoz, akkor van az igazi eredmény, akkor van az igazi öröm. Utána van a többi haszidok közül, különböző dinasztiak lettek, a Csernobili dinasztia, a Viznici dinasztia, itt Magyarországon, Munkács és különböző, nincsenek ott olyan lényeges különbségek, inkább más-más cádik, más-más csodarabiról van szó ott. Nem állítom, hogy olyan jól választottam meg ezt a kérdést, mert nem lehet egy ilyen kérdést pár mondatot megválaszolni. Csak mondtam egy pár gondolatot erről. Mit tanulnak a gyerekek a zsidó iskolában? Úgy láttam, hallom, a magyar nyelvtudásuk elmaradt más gyerekekétől. Mi van a magyar irodalommal, zenével, művészettel, történelemmel? Én csodálkozom, mert nekem nem ez a benyomásom. Én azt láttam, hogy szépen tanulnak magyar irodalmat is. A fiam különböző verseket kívülről meg kell tanulnia, és meg is tanulja. Én nekem az a benyomásom, hogy szépen fejlődik, és magas szinten. És teszünk is egy hangsúlyt erre, hogy ugyanígy legyen világi tanítások, magas szinten, ugyanígy a valasi judaisztika tanítása is legyen magas szinten, és szerintem nagyon hasznos is, hogy minél többet tudjanak ezekről a dolgokat. Mit ettek az állatok a pusztaságban, manat? Nagyon jó kérdés, mit ettek az állatok? Először, most nem szeretném pontos dolgot itt állítani, de én sokszor láttam, hogy az állatok mennek ide a sivatagban legelni, nem tudom pontosan, hogy mennyi jut nekik, de úgy tűnik, hogy van az egy dolog. Kettő, az van írva, hogy Miriam kútjából nem csak a zsidóknak jutott ivóvíz, hanem az jutott nekik agrárra, azt jelenti, hogy tudtak ott sok zöldet, sok növényt ültetni, és ilyesmi, ami azt jelenti, hogy amikor a zsidók voltak a sivatagban, akkor minden további nélkül az a, úgy látom a midrasi történetekből, hogy tudtak az állatok is enni, de nem zárom ki azt se, hogy a manát is ettek. Nem vagyok biztos benne, de talán. Én kimondottan ezért is örülök ezeknek a kérdéseknek itt egy szerdán este, mert van olyan kérdés, ami meg soha nem gondoltam. Ez például az egyik, hogy mit ettek az állatok a sivatagban, ez egy nagyon jó kérdés. Ha voltak állatok, miért panaszkodtak, hogy nincs hús e heti szakasz? Hát nem akartak levágni az összes húsukat, az összes állatot, és lehet, hogy nem is volt elég, nem volt annyi állatot, azt folyamatosan tudtak belőle enni. A Talmud olyasmit is mond, hogy a környező népektől, törzsektől szoktak vásárolni mindenféle árut, ami azt jelenti, hogy azt hiszem a Talmud beszél is arról, hogy ételt is vásároltak a környező népektől. Ha valakinek
kedve volt nem csak manát enni, hanem valami más, akkor vásárolt tőlük, feltételezve, hogy kóser volt. Jól láttam, frissen vágva a hajad, mit jelent az első hajvágás, és most ez is ünnep? A vasvári nyitásának ünnepe? Hát frissen vágva a hajamat, hát figyelj, volt az Ómer számlás Pesachi Sávot között, a Kabbala alapján még lágba Ómer sem, szinte az Ómer 33. napján sem vágjuk a hajunkat, csak Sávot előző napon. És én is Sávot előtti napon, vagyis aznap délelőtt, az Ómer 49. napján vágtam le a hajamat. Nyár van, akkor semmiképpen nem kell, hogy legyen hosszú haja az embernek, nem is szeretem. A tfilinem csúszik egy kicsit a hosszú a hajam, nem marad meg a helyen, szóval minden okom van arra, hogy vágjam le a hajamat. És arról nem is beszélve, az anyukám nagyon nem szereti a hosszú hajam, és ugye Sávot utáni napon, lehet, hogy Sávot utáni napon, vasárnap vágtam le a hajamat, igen, vágtam le a hajamat, aztán volt az eskü, anyukám is figyelt az eskü zoomon, csak ez egy plusz oka annak, hogy muszáj levágni a hajamat, mert az anyukám látott volna engem egy picivel hosszabb, haj, akkor már világ vége lett volna. Érdekes itt elmondani egy kis halachikus történet. A halacha azt mondja, hogy az ember gyászolja a valamelyik szülőt, akkor nem szabad a hajat vágni, csak 3 hónap után. Azt jelenti, hogy elég hosszú kellett legyen a haja. De 3 hónap után is csak akkor szabad levágni a haját, ha az emberek már szólnak neki, hú, vágd már le a hajad, hogy nézel ki? No, most amikor az apámat gyászoltam, akkor ugye 3 hónapon keresztül szó se volt hajvágásra. 3 hónap után vártam, hogy valaki szóljon nekem, hogy már borzasztóan nézek ki. Igen ám, de én voltam az első itt a Lubavicsi közösségben, aki gyászolt, és ezért senki nem ismerte a halachát, hogy szólni kell. A feleségem, drága feleségem, a Bacheva, láttad, nagyon hosszú a hajam, de hát sajnált engem, hogy most gyászolom az apámat, ezért nagyon finoman szólt neki, azt mondta, Baruch, mikor lehet már hajad vágni? Én azt mondtam, majd, mert a halacha szerint pont az a szó van benne, goy árim, amikor rá kiabálnak, hogy már idegesíti az embereket. Ha az ember olyan szelíd és finom, mint az én feleségem, aki ilyen halkan kérdezett, mikor lehet már hajad vágni, akkor az nem elég. Jó, még 2 hét, és megint kérdezi a Bacheva, mikor lehet már hajad vágni? Erre megint azt mondta, majd. És ez így ment 3-4-szer. Aztán utaztam New Yorkba meglátogatni az anyukámat, és ahogy kinyitottam az ajtót, és anyukám látott, hogy jó, hogy nézel ki, gyorsan vágd le a hajamat. Mondom, no, erre vártam, már megyek is. Mert ő tudta a halachát is, hogy szólni kell, illetve tényleg idegesítette, és akkor már tudtam a hajamat vágni. A vasvári nyitásának ünnepe az mindenképpen nagyon nagy ünnep, lényegében 3 hónap után. Megyünk vissza a vasvárban imádkozni, nem egy kis dolog. Én mindig ilyen nem furcsán, érdekesen figyeltem az apámat, hogy nála volt 2 dátum. Háború előtt és a háború után. A háború előtt azt jelenti, a második világháború előtt. Mit tudom én, azt is azt az embert, ismerem őt még a háború előttről. A másik embert a háború utánról. Szóval a háború az a dátum volt. És ez nagyon érdekes volt nekem. Most azt vettem észre, hogy nekem is van 2 dátum, a zsinagóga előtt és zsinagóga után. Amikor még jártunk zsinagógában, és amikor már nem jártunk, és én mikor már újra kezdünk járni a zsinagógában. Nagyon-nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy idáig jutottunk el, hogy Budapest megnyílt, most már több mint 3 hete, és hál' Istennek semmiféle járványról nincs szó.
majdnem, ugye egy-két ember sajnos van még minden nap, ezért óvatos kell lenni, nem szabad teljesen elhanyagolni, de hál' Istennek azt lehet mondani, hogy a helyzet jó, és ezért megyünk vissza a zsinagógában, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Amikor egy bármi okból kérelgetőnek adok pénzt, mindig az a micca jut eszembe, hogy aki kér, annak adni kell. Mivel azért is adok, hogy ennek a micvának megfeleljek, és csak azután gondolok, hogy a segítség nem vagyok-e képmutató, elnézést a furcsa kérdésed. Nem. Azt Talmud azt mondja, hogy arra kerül sor, hogy segíteni kell egy szegény embert, akkor nem is annyira számít, mire gondol az ember. A lényeg az a szegény ember megkapja az a segítséget, amit kellett. Például a Talmud adáig megy el, de azt mondja, mi van akkor az embernek a zsebéből kiesett pénz. Elveszítette a pénz. Fél óra múlva veszi észre. Jaj, 5000 forint kiesett a zsebemből, jaj, de sajnálom. Közben egy szegény ember ezt megtalálta, megvásárolt magának egy ebédet, és nagyon jól lakott, és végre már olyan éhes volt, lehet, hogy már két napja nem evett. Most az egyik oldalról az illető azért elveszítette ezt a pénzt, lényegében megsegített egy éhező embert, hogy jusson egy kis pénz, egy kis ételhez. Közben ő sajnálja, síratja. Azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy síratja, és mire gondol, egy nagy micvát tett, teljesített egy nagy micvát azzal, azért, hogy ő segített egy szegény ember. Ezért teljesen mindegy, hogy mire gondolsz. A lényeg, hogy adtál, és az illető megkaptál, és segítette. Pénteken már újra a Vasvariban lesz a szombat fogadása. Milyen érzés ez neked? Hogy hoztál döntést? Milyen előkészületeket kellett tenned? Hány embere számítottak? Hogy mondtam előbb, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy végre visszamegyünk a zsinagógában, és nem csak közösségi ima, hanem közösségi ház, az imaház, a kis szentély, nagyon-nagyon boldog vagyok. A döntés nem volt könnyű, mert addig nem döntettem, ameddig nem voltam biztos, hogy tényleg nem veszélyes, nem kell félni, tartani semmitől, és ezért miután Budapesten engedték a korlátozásokból, akkor még vártam egy jó több, két hetet, és ezután nyugodt szívvel mondtam ki azt, hogy most lehet visszamenni a zsinagógában, de csak arra kérem az embereket, hogy mégis továbbra is legyünk egy kicsit óvatosak, mert az soha nem árt. Az soha nem árt. Pont ebben az esetben Izrael most a példa, egy kicsit túl gyorsan nyitattak meg az életet, és sajnos nem figyeltek az emberek oda, és terjed most a vírus, és már felmerült az a gondolat, hogy talán vissza kell, helyre kell állítani a bizonyos, hogy az összes korlátozásokat. Hál' Istennek, hogy Budapesten nem ez a helyzet, bebizonyosodott, és ezért nyugodt szívvel döntöttem, tanácskoztam a professzor úrral, és ő teljesen mellettem állt, hogy most lehetne bemenni a zsinagógában imádkozni. De ha jó időjárás lesz, akkor kint fogunk imádkozni az udvarban, ami egyébként kellemes is. Remélem, hogy te is leszel ott, és remélem mások is lesznek ott. Hány emberre számítok? Figyelj, egy minnyánra mindenképpen, 10 legyünk. Minél többen leszünk, annál jobban. Annál jobb. Lehet Iszkort újra mondani Sávolt után 10 nappal? Hát a Iszkor, magyarosan szoktak ezt mondani Maszkirt, ez csak ünnepkor, vagy rögtön ünnep kimenetele után mondanak, de
10 nappal a sávot után nem mondunk maszkért. Ha az ember akar egy jó cselekedet tenni a szülői vagy más hozzátartozói lelki ügyvéért, ezt mindig teheti, tanuljon tórát, rakjon tvilint, egyen kósert, sábeszre figyeljen, de a maszkért annak megvan az ideje, az mikor mondunk. Szabad mondani egy férfi egy áldás ing nélkül, például az úszoda környéken akarja vizet inni, sapka van, kell először öltözni, inni a vizet és visszamenni az úszodában? A válasz igen, fel kell öltözni, de erről fogunk beszélni vasárnap, ugye, mert vasárnap lesz az az óra, nyári öltözék zsidó módra, és ezeket a kérdéseket fogunk tárgyalni. De egy szóval válaszoltam a kérdésre, igen, fel kell venni az inget és a sapkát, stb. Hava, úgy emlékszem, hogy amit én nem eszem, nem adhatom másnak. Sajnos mellenyúltam és vettem kekszet, bizonyos hechserel, odaadhatom egy családnak, akik nyíltan esznek. Igen, azt jelenti, hogy miről szól a kérdés? A kérdés arról szól, hogy vannak különböző szintek a kóserságban. És a Hava azt a kérdést tesz fel, hogy vett olyan kekszet, ami kóser, csak nem megfelel annak a szintnek, amit ő tart. Szabad-e odaadni olyan családnak, aki ezt a szintet tartja? A válasz erre, hogy igen. Mert ők ezt a szintet tartanak, ez egy ismert szint, még akkor is, ha én nem értek egyet ezzel a szinttel, és ezért szabad nekik odaadni. Nekem nem szabad odaadni valamit, ami szerintem nem kóser. De valami, ami nem azt a véleményt követi, amit én, hanem egy másik véleményt, azt szabad adni annak, aki ezt a szintet követi. Ugye a kóserság kapcsán sokszor felmerül a kérdés, ember azt mondja, nem értem. Kóser vagy nem kóser? Hogy lehet kétfajta kóser? Erre azt válaszolok, hogy a sportoló között, sportoló. Hogy lehet, hogy kétfajta sportoló van, az egyiknek megfizetik anni, és a másikat megfizetnek anni. Hogy lehet? Játékos az játékos. Igen, van különbség, ugyanúgy van különbség kocsi és kocsi között, a BMW és a Lada között, ugyanígy van különbség játékos és játékos között, és ugyanúgy lehet különbség különböző szinteket a kóserságban is, szóval oda lehet adni valakinek, aki ezt a szintet követi. Bálint. Bár lehet, de múlt héten elhangzott, de a műsor szakadás miatt nem hallottam, és nem is találom a feltöltött fájlon. A kérdés, nem zsidó, a zsinagóga, Isten tisztelete, hogyan vehet részt, miben vehet részt, és miben nem. A válasz erre az, hogy én mindig szoktam mondani, nem zsidónak, ha megkérdez, lehet eljönni a zsinagógán, erre azt mond neki, természetesen lehet eljönni, lásson mindenki a zsinagógát belülről, ezért van a zsinagógák éjszakája, lássanak, milyen a zsinagóga. Annak nincs értelme, hogy egy nem zsidó folyamatosan, állandóan járjan, mintha a zsidó lenne, mert ennek nincs értelme, mert a zsinagógában zsidók járjanak, és fölösleges. De az nem akadály, hogy nem zsidó jár a zsinagógában. Miben járok, és miben nem? Miben vehet részt, és miben nem? Elvileg mindenben vehet részt, nincsenek olyan titkos szertartások, amiben nem vehet részt. Csak ha más vallású az ember, akkor kövessen a saját vallását. Ha pedig ilyen Sheva Mitzvot B'nei Noahot követi, ugye többen vannak, aki követik a Noé fiainak a hét micvája, akkor semmi akadály nincs, hogy átvesz a zsidóságból sok minden, ami univerzális, ami mindenkire vonatkozhat. De nincs értelme, hogy az ember próbáljon elképzelni, próbáljon úgy csinálni a dolgot, mint a zsidó lenne.
Mert vannak olyan előírások, ami csak zsidóknak szól, a zsidónak, ha van tőled elvárás, akkor tegyen. Akinek nincs ilyen, akitől nincs ilyen elvárás, nem kell tenni ugyanúgy, de mindenképpen meríthet belőle inspirációt, és sok ilyesmi. Lehet rövid nadrágba, zsinagógába menni? Ez megint egy olyan kérdés, ami vasárnapra tettem volna el, de akkor elárulom egy alapelvet, amit részletesen fogunk beszélni róla vasárnap. Az ember úgy járhat a zsinagógában, ahogy járna a miniszterelnöknél, vagy a köztársasági elnöknél, vagy az esküvőjén. Ami azt jelenti, meg kell tisztelni a szertartást, meg kell tisztelni a fontos embereknek a jelenlétét, és így kell menni felöltözve. Rövid nadrág azt hiszem nem fér bele ebbe. Én szeretem a telihódot. Van bármi, ami kapcsolódik hozzá a zsidóságban? Van bármi, ami kapcsolódik a telihód? A válasz, hogy igen. A Zohar azt emeli ki, hogy Pesachkor mikor szabadultak a zsidók Egyiptomból? Niszán hó 15-en. Mikor ünnepeljük a szukotat, a sátrak ünnepet? Tisré hó 15-en. Mi van Tisré hó 15-en, és mi van Niszán hó 15-en? Teli hold van. Ahogy a Zohárnak a nyelven, Kaima Sihara Baslamuta. A hold tele van. Ahogy a Talmud mondja, a hold szimbolizálja a zsidó népet. Mi a hasonlóság a zsidó nép és a hold között? Sajnos a hold hullámzik, valamikor teli hold van, valamikor eltűnik, de nem tűnik el teljesen, mert utána rögtön megszületik újra. Ugyanúgy a zsidó nép is sajnos a hosszú gálót után valamikor tökéletes, valamikor majdnem, hogy eltűnt. És amikor telihold van, az szimbolizálja a zsidó népnek a zsidó népnek jól megy, a zsidó népnek egy kedvező korszakat él át, és ezért a telihold ez egy nagyon szép és fontos dolognak számít. Az új holdra lehet mondani áldás, addig, amíg teli hold van. Mert ha már teli hold van, ez azt jelenti, hogy ez a csúcs, és innentől kezdve már kezd lefele menni. De én csodálkozom, mit jelent az, hogy szerettem a teli holdat? Például itt a városban alig lehet látni a holdat. De ez csak egy technikai kérdés. Tamás, a zsinagóga újra nyitásával a reggeli online ima közvetítés megmaradt? Most már több mint egy hete, hogy megvan a reggeli ima kint az iskolánk, a Dohán utcai iskolának az udvarában tartjuk, és folyamatosan reggel is, este is megvan a Zoom alapú virtuális zsinagóga. Csak most ez a virtuális zsinagóga kapcsolódik egy valódi zsinagógához, ami azt jelenti, az adásban lehet részt venni egy élő, valódi imádkozásban. És többen is vannak, akik csatlakoznak ehhez. A cím az továbbra is, nem emlékszem most a címre, viva.filim.hu, ott lehet jelentkezni. Minden reggel 8 óra 10-kor van reggeli ima, és ezen a héten az esti ima 8:30-kor van, a mincha délután ima, úgy tűnik, hogy jövő héten is ez az időpont lesz. Jó estét, Rabbi! A zsinagógában az imákat nagyon gyorsan, hadarva mondják el.
gyorsabban végeznek velük, mint ahogy én magyarul el tudom olvasni a fordítást. Át lehet így élni a mondani valójukat? Én, hát, ott szoktak mondani szép magyar nyelven, kikérem magamnak, én szerintem a zsinagógában, ami nem hadarva mondjuk el az imát, sőt, van, aki panaszkodik, a túl lassan imádkozunk. Akinek ez túl gyors, mondjan el lassan. Lassabban. Én szoktam mindig mondani az embereknek, hogy amikor bemondom az oldalszámokat, ez nem annak szól, aki épp, mondjuk én mondom, hogy 95. oldalon kezdjük most. Pár perc múlva 98. oldalon. Nem annak szólok, aki még a 96. oldalon szépen imádkozik, hogy most hagyja abba és lapozzon át a 98. oldalhoz, hanem annak, aki körülbelül ugyanatt tart, de szeretne tudni, hogy hol várjon meg az előimádkozót, akkor mondom neked, a 6. oldalon találkozunk. De nem az a cél, hogy az ember ugaljon át az imát. Szóval, ha az ember úgy gondolja, hogy túl gyorsan imádkozunk, mondjon el lassabban. És ha amiben befejezünk, és ő még 10 percen kezdve fog imádkozni, az semmi probléma, sőt, tökéletes is így. Szóval legalább ez az én benomásom. Természetesen, amit az egyik embernek lassú, az a másik embernek gyors, szóval ezt nem lehet megfelelni mindenkinek, mert az a szép a emberekben, hogy mindenkinek más tetszik, más a hozzáállás, az egyiknek gyors, a másiknak lassú, a harmadiknak pont jó. Szombaton lesz a online havdala, és általában mikor lesz online? Ezután. Most online, amit kezdtünk, az online, amit kezdtünk itt a koronavírus ideje alatt, és ugye minden nap tanulunk, nem szeretném abba hagyni, nagyon sokan vannak, akik élőben hallgatják, utána vagy később meghallgatják, reagálnak, kérdeznek, szóval ez nagyon-nagyon fontos. Az élő találkozó tökéletesen kiegészíti ezt, tehát az egyik nem helyettesíti a másikat. Sokat kell tanulni, személyesen is, élőben is, és közvetítéssel is, de az egyik nem zárja ki a másikat. Havdala online, azt még megtartjuk most is, múlt héten is, hazajöttünk a zsinagógával, és megtartottunk a Havdalat online, szombat kimenetele után énekelve, és hogy a szokás, hogy ilyenkor mindig egy haszi történet is elhangzik. De a zsidó mehet keresztény templomba, csak ne mondjon amint. Figyelj, a legjobb, hogy mindenki jár a saját vallása szerint, és ott imádkozik, és az a mindenki erősödje meg a saját vallásában. Mondjuk jót másokról, írja itt a Háim. Az egyik napi rövid üzenetet szerint. Vagy egyáltalán ne beszéljünk másról, se rosszat, se jót. Miért nem? Egy embert, akit nem ismerem, jót nem tudok mondani róla, mert nem ismerem, rosszat nem mondjak róla, mert senkiről nem szabad mondani rosszat. Egy embert, akit ismerem és szeretem, akkor helyes, hogy a szeretetet abban is ő is mutatkozik be, hogy az ember jót beszél a másikról. Ugye a héten az egyik napi tanításban beszéltem erről, mert a héten benne van a heti szakasz végén, hogy Miriam Mózesnak a nővére pletkázott róla, és meg lett büntetve, hogy leprás lett. És erre sokszor ilyenkor a rabik arról beszélnek, nem szabad pletkázni. Én nekem ez nem volt olyan szimpatikus, hogy megint beszéljünk arról, hogy
nem mondjuk rosszat a másikra. Úgy döntöttem, hogy inkább a pozitív oldalt fogok hangsúlyozni, hogy a pletykázás helyett beszélünk jót a másikról. De erre is igaz az a mondás, jót vagy semmit. Szóval nem szimpatikus arról beszélni, de nem mondjál rosszat, nem mondjál rosszat, ne pletkázzál, nem mondjál a háttal mögött. Inkább mit igen? Mondjál szépet, mondjál jókat, szeressel mindenkit, az sokkal szebb tanítás. Bálint ír. Az iskola udvaran vagy a tornateremben lévő imánál a többen imádkoznak egymást, de várják. Van erre szabályod, egymást be kell várni, amint mondani a másik imájára ilyen helyzetben. Meg kell várni. Először van egy szokás, hogy mindig a rabit megvárják. Ami lényegében azt jelenti, hogy a rabi adja a tempót az imának. Előírás szerint a 10-ből, a minyenből legalább 6-an kellett válaszoljanak a kádisra. Ha nincsenek 6-an, akik tudnak válaszolni a kádisra, mondjuk 8 ember mondja az ámidát, és nem tud válaszolni a kádisra, akkor nem lehet mondani kádis, mert 6 embernek kellett válaszolni a kádisra. Az ámide ismétlésehez kell, hogy legyen 10 ember, aki együtt, aki tud válaszolni az áményt az amide ismétlésének. Ami azt jelenti, ilyenkor meg kell várni, hogy a másik is befejezze legalább 10 embernek. De nem kell mindenkire várni. Ez nem lehet. Az imának kellett legyen egy ideje, az ember tudja, mikor kezdődik, és körülbelül mikor fejeződik be. Mert az ember eljön egy fél órára, egy órára, és az ima eltart 2 órát, amire nem számított, le fog maradni a munkáról, másnap nem fog tudni jönni. Szóval nagyon fontos, hogy az imának van kezdete és vége, nem túl gyorsan, de ne húzzuk az időt. A kádist lehet nem héberül mondani, a kádist, az a gyászoló kádisa, az nem héberül van írva arámi nyelven, és a kádist az nem szoktunk mondani más nyelven. A kádist csak az eredeti nyelven szoktunk mondani, és aki nem tud olvasni héberül, egy, próbálja megtanulni héberül, kettő, addig, ameddig nem tanul meg héberül, lehet fanatikusan elolvasni a kádist, de a kádist, mint egy közösségi ima, ugye a kádist az szól a közösségnek, hogy áldjátok meg az örökkévalót, akkor illik a közösségnek szólni az eredeti nyelven, és nem fordításban, és ezért az ember nem tudja olvasni a héber betűkkel, akkor legalább fonetikusan olvasan azt el. Innen lehet belépni a Zoom alapú virtuális vasvári zsinagógában, de mi az az innen? Nem láttak egy... Aha, igen, nagyon jó, ott lehet a Zoom alapú zsinagógában belépni. Katalin, bemehetek-e más vallású templomba, amikor nincs szertartás, a múzeumként szeretném megnézni? Hát, az ember turistaként és múzeumot látogat, akkor múzeumot látogat, az nincsenek semmi különleges kifogásom ez ellen. Miriam pletkált Áronnal. Áron miért nem lett leprás, és Miriam miért lett? Miriam volt a fő bűnös itt. Miriam pletkázott Mózesről, és elmondta Áronnak. Szóval Áron volt a passzív fél a történetben, és Miriam volt az aktív fél, ő pletkázott. És ezért Miriam lett megbüntetve. Valójában a Talmud azt mondja, hogy pletkázni az nem csak a nem szabad mondani, hanem nem szabad hallgatni. Szintén a passzív fél is vétkezik, ha csak figyeli. Tüntetni kell. Azt jelenti, hogy azt kell mondani, köszönöm szépen, ebből nem kérek. Sőt, a Talmud azt mondja, nem is szabad elhinni,
Csak azt mondja a Talmud, nem szabad elhinni, de óvatos szabad lenni. Azt mondta valakiről, hogy ő felvesz kölcsön, de nem fizeti vissza. Nem szabad elhinni, de amikor kér kölcsönt, akkor tőlem, akkor azt mondom, hogy milyen biztosítékot, ki a kezesít, mert az embernek szabad biztosítani a pénzét, de ez elfogadni, hogy tényleg igaz, mert az illető masalta, azt nem szabad, mert nem szabad elhinni. Ugye ez a úgynevezett lashon hará, a rossz nyelv, a pletka. Talmud azt mondja, lashon hará az egy olyan dolog, ami azt lehet mondani, hogy nincs egy nap, amikor az ember nem vétkezik ezzel. Ha nem teljesen, akkor legalább részben. Hallgatat, és nem tiltakozat ellene, szóval tiltakozni kell ellene, el kell utasítani, stb. Az ön gyerekei most, hogy otthon vannak, külön-külön tanulnak, vagy együtt egy szobában? Önnek kell csend, amikor tanul, vagyis tudja csinálni, ha ugyanaz a szobában mások hangosan tanulnak. No, most azt kell tudni, hogy nagyon érdekes, hogy például kint Brooklynban, ott Williamsburgban, a magyar negyedben, ott nem örülnek annak, hogy a gyerekek, ha a gyerekek használnak az internetet. Ezért 3 hónapon keresztül nem volt igazi tanulás, hanem telefonon próbáltak tanulni, ez kicsit nehéz volt. Az én gyerekeim az internetet használnak, mert nálunk az az álláspont, hogy arra a kérdésre válaszol, hogy az internet jó vagy rossz, a válasz erre az, attól függ, hogy mire használod. Ha használod tóra tanulásra, akkor nincs szentebb az internetnek. De ha használod az internetet nézni, nagyon csúnya, nem etikus képeket és dolgok, akkor nincs annál rosszabb. Szóval én pedig arra teszem a hangsúlyt, az internet szentté kell tenni. És ezért az én gyerekeim, a lézerfilm, a 20 éves, tanult a Jösiva tanáléval minden nap 12 órát a Zoom-on keresztül. Zalmi fiam, aki Baltimore-i jesivába járt, szintén tanul. Közben a lézerfiam már tegnap utazott vissza New Yorkba, mert úgy döntött, hogy mivel ő átesett már a korona, akkor most neki nem árthat, akkor inkább szeretne ott lenni a jesivában, mert ott szinten 98%-a a fiúknak már megvolt a koronavírus, akkor miért ne tanuljanak együtt. Azt mondta, sokkal, sokkal más az, amikor együtt tanulok, erre visszament a jesivában. Zalmi fiam, aki szintén szeretett volna visszamenni a jesivában, de hát ő neki, ő még negatív, és nem volt neki a vírus, és akkor veszélyes lenne, erre tovább folytatja az internetet. Szóval mindenki külön tanul, mert mindig a saját osztályában tanul. Egy szobában tanulunk? Nem. Mindenki a saját szobájában tanul. Nekem nagyon sokat segít, amikor én tanulok, hogy csend legyen, és én vagyok az egyetlen hang, aki tanul, ugye hangosan tanulok, beszélek, elmondom, elmagyarázom, amikor az ember elmondja, elmagyarázza, jobban érti, vagy legalább amikor leírja, mindenki tanul a saját asztalánál. Honnan jön a Kohen szó, miért nincsenek áronitak? Mert a Áron az a keresztneve volt a főpapnak, Mózesnak, a bátyának, és pedig a törzs, a családnak a neve az Kohen. A Kohen papot szoktak fordítani, vagy szolgálok, szolgál a szentében, ami azt jelenti, akkor ezért nem áronítak, hanem kohenek, mert ők azok, akik szolgálnak a
szent, mert természetesen a Kohen szóval van a kón, és úgy a magyar zsidó viccekben mindig a kón és a grün beszélget, vagy vitatkozik. Először úgy értettem az imát, hogy a kádishoz elég 6 szem, és nem szükséges a minnyen. Igaz ez? Nem. Köszönöm, hogy feltette a kérdést. Ha vannak a kádis, az egy közösségi ima. Közösségi imát nem lehet elmondani, csak akkor megvan a minnyen. De mi van akkor, a minnyennek egy része épp Amidát mond, a Smona Eszret mond. Nem tud válaszolni a kádisra, mert miközben az ember elmondja az Amidát állva halkan, nem válaszol semmiféle kádisra. Erre az van írva, hogy ha legalább 6-an, 6 a jelenlévő 10-ből van, aki tud válaszolni, akkor lehet mondani kádist. Ha 8-an vannak, akik mondanak kádist, 8-an vannak, akik mondanak az Amidát, és nem tudnak válaszolni. 2-en vannak, akik nem mondanak Amidát, és az egyik szeretne mondani kádist, az nem lehet, mert minimum 6 ember kell, hogy válaszoljon, de kell, hogy jelen legyen 10, és a 10-ből 6 kell, hogy válaszoljon. Az Amide ismétléshez a 10-ből mindenkinek kell válaszolni. Vagyis 1 és 9, 1 az az előimádkozó, és 9-en válaszolnak. Úgy tudom, hogy kifejezetten tilos vallásos zsidónak keresztény templomba még belépni is. Az előbb ezt nem mondtad, de így van-e, ugye? Nem. Ha a múzeumnak szolgál, akkor miért nem járhatna be az ember be, amikor ha múzeum? Az ember, ahogy mondtam, mindenki járjon a saját ima házában, a saját zsinagógájában, templomjában, de ha arról van szó, hogy múzeumként szolgál, akkor nem hiszem, hogy van nagy akadály ennek. Smone Eszre 18, mégis 19. Miért maradt meg a régi név? Ugye az Amidának az egyik neve az a Smone Eszre, mert eredetileg 18 áldásból volt, utána kiegészítettek egy 19. áldással, és megtartottak a Smone Eszret. Talán azért, mert a 18-as szám, az egy nagyon kedves szám héberül, mert 18-as úgy írják le héberül, Júd és Het. Júd és Het fordított sorrendben, Het Júd, az Háj, élet. És ezért a 18-as szám az nagyon, nagyon kedvelik, ugye Háj, élet. Sőt, van még az, amikor az ember a Tóránál ugye mondanak róla áldást, úgynevezett Mise Beirás, az ember snódarral adakozik. Van, aki azt fogja mondani, ezerszer háj, vagyis akkor 18 ezer. Tízszer háj, az 180. Tízezerszer háj. Szóval hogy ilyen számon szint a háj, az ember szeretne annyit adakozni, mert szimbolikusan, ha annyit adakozik, akkor azt jelenti, hogy háj, az élet, az jobb lesz, és erősebb lesz, és több lesz belőle. Apám hamva katolikus templomban van eltemetve, bemehetek? Hát az ember az apjához megy, hát tudok én erre mondani, hogy nem. Ugye a tiszteld apád és anyádat, ez a 10 parancsolatban benne van, a 10 parancs, ez kétszer le is van írva a Tórában, Mózes második könyvében, Mózes ötödik könyvében, szóval ez egy nagyon fontos dolog. De ennél egyébként is van egy fontosabb dolog, mint temetőbe járni a síratnak állni, tenni micvákat az illető emlékére, a lelkéért. Ugye többször említettem azon, a zsidóságban nem, a zsidóság nem kedveli azt, hogy az ember túl gyakran, túl sokszor jár a temetőben. A temető az a halál és a zsidó vallás elsősorban az életről szól. Meg kell tisztelni az elhunytakat, de nincs ez a nagy, sűrű temetőjárás, ez nem nagyon
zsidós. Jó, szoktak elmenni egy híres csoda rabinak a sírjához, imádkozni, az egy másik dolog, de az ember elmegy az elhunyt rokonaihoz, túl gyakran az olyan, mint a nem fogadná el az Isten ítéletet, hogy az élet meghalt. Kötelező amida olvasásnál amint mondani, mivel ha az előimádkozó nem hallja az amint, nem megy tovább. Nem tudom, hogy melyik zsinagógába jársz, de az mindenképpen, ha az előimádkozó ismétli az amidát, ugye nem a halk, ugye először az van, hogy mindenki elmondja az amidát halkan. Utána kezdődik egy ismétlés, ami az egész közönség hallja. És ilyenkor mindenkinek kell válaszolni, amen. Igen, ahogy mondtam, nem csak a 6 ember válaszolni, és nem csak 8 ember, hanem mind a 9 ember, legalább 9 ember kell, hogy válaszoljon az előimádkozónak, és az tényleg nem helyes, ha folyik az amida ismétlése, és senki nem válaszolna. Egyébként az van írva, hogy aki elmondja az amént teljes erejében, a áhítattal, akkor még a legrosszabb dekrétumot az Isten írt az ember, az Isten széttépi, mert egy hangos amént is nagyon sokat ér. Mindenképpen ez egy nagyon, lehet egy kicsit erőszakos, de nagyon szép, hogy az elimádkozó nem megy tovább, nem hallja, hogy a közösség nem válaszol, hogy azt jelenti, egy kicsit ilyen ébredés. Egy ébresztő jel, hogy ott várja, és nem megy tovább. Írd meg kérlek, hogy hol, melyik zsinagógába szoktál járni. Húha, mit kérdeznél te, ha kérdezett a rabit? Van? Ó, nekem nagyon sok kérdésem van. Nekem állandóan az íróasztalom tele van mindenféle kérdésekkel, amit ha van időt, akkor utána kell nézem, mi a válasz. Van, amikor gyorsan tudok feldolgozni egy-két-három kérdést, valamikor egy témát napokon keresztül tanulmányozom, addig jutok egy konklúzióhoz. Pláne, ha most előjön mondjuk egy olyan koronavírus, akkor ezerféle új kérdés. De új azt jelenti, nem csak egy új kérdés, hanem teljesen szokatlan kérdés. Hogy említettem például azt, képzelünk el, hogy nincs zsinagóga imádkozás. Nem csak egy országban, hogy majdnem az egész világon voltak a zsinagógák zárva. De ez, ilyen dolog ez nem volt mióta a világ. Amikor mondjuk második világháború volt Európában, akkor Amerikában, Izraelben rendesen fajta a zsinagógai imádkozás és a zsidó élet. Szóval az, hogy hirtelen az egész világon majdnem az összes zsinagóga bezárt, ez ilyen nem volt. És ezért ez ezerféle kérdés hoz fel ilyen járványügyi élet. Szóval nekem rengeteg kérdésem van, és én folyamatosan kérdezem magat, felteszem a kérdést magamnak. Részben megválaszolok ezeket a kérdéseket magyarul, és megjelentettem a Good Shabbos-be vagy az egységben, részben megválaszolom Héberül, és megjelentettem máshol. De mindenképpen ez nagyon helyes, a zsidóság teszi egy hangsúlyt arra, hogy kérdezni. Mert az ember kérdez, ez azt jelenti, hogy gondolkodik, és próbálja megérteni a dolgokat, próbálja megtudni, hogy helyes, vagy nem helyes, szóval ez egy nagyon fontos dolog a kérdés. Mert ez egy kicsit kapcsolódik még egy témához, hogy a zsidóságban a tanulásnak a lényege nem a magolás, hogy tudni kell mi az, ami le van írva, hanem arra inkább dicsérik a gyereket, hogy nagyon jó kérdéseket tesz fel, vagyis olvassa a szöveget, és keresi az összefüggést, keresi a dolog logikáját, nem érti a dologat, próbálja megérteni, ez azt jelenti, hogy gondolkodik, és ez nagyon-nagyon fontos. Mik az eddigi legszebb emlékeid, momentumot az eddigi munkában, kedves Rabbi, kedves Báruk?
én mindig nagyon-nagyon a legnagyobb élményem az, hogy a zsidót tudok megtanítani olyasmit a zsidóságban, amit eddig nem tudott, nem ismerte. Annál még nagyobb öröm, azt láttam, hogy nem csak megtudta, hanem azt ő tovább viszi, elsajátítja. Én megtanítom valamire, és ő csinálja. Megtanítom tfilin rakásra, és rakja a tfilint. Kóserságra, és eszi a kósert. Aztán sábeszre, hogy kell tartani a sábesz, és csinálja. Annál még nagyobb öröm, amikor azt láttam, hogy a tanítványa már tanított tovább. Az már lényegében unokák is vannak már. Az nagyon-nagyon jó érzés, hogy lényegében az ember elindított valamit, és az már magától működik tovább. Ugye ez szinte az egyik napi tanításban beszéltünk arról, úgy kell meggyújtani a mennyórát, hogy már magától ég tovább. Hogy az ember már elveszi a kezét, és még mindig ég. A szülőnek úgy kell tanítani a gyereket, hogy nem csak mikor a szülő ott áll mellette tudja csinálni, és fogja csinálni, hanem mikor a szülő elmegy, a szülő már egy másik szobában van, vagy öreg karára meghal, a gyerek tovább fogja csinálni. Az, amikor látom, a dolognak van folytatása, az egy igazi nagy öröm. Úgy, mint én, de egy kérdésre minden rabbi más válasz ad, melyik az igazi? Nem vagyok biztos benne. Nem vagyok biztos benne, hogy tényleg, hogy minden kérdésre minden rabbi más választ ad. Ebben nem vagyok biztos benne. Remélem, hogy ez nem így van. Mert ugye attól függ, mi a kérdés. Ha nagyon bonyolult kérdés, akkor elképzelhető, hogy másképpen dolgozzak fel. De ha nem egy nagyon bonyolult kérdés, akkor miért mondja minden rabbi más választ? Hát azt kérdez valakit, hogy mi van írva a Shulchan Aruchon erről, akkor meg kell nézni, mit ír a Shulchan Aruch, és akkor igen vagy nem. Erre nincs két válasz. Sokszor vannak bonyolult kérdések, amit a rabbinak mérlegelni kell, akkor lehet kétféle válasz. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy sok mindenről tudtunk ma is beszélni. Kérem, gyertek vissza jövő héten is, közben a felmerülnek kérdések, kérem jegyzetelni, és akar feltenni a kérdéseket. Nagyon örültem, jó éjszakát kívánok, holnap este a heti szakasz fogunk átvenni a Bálotrát, és kabbalisztikus gondolatokkal, vasárnap pedig nyári öltözék zsidó módra. És ne felejtsünk el, hogy nálunk a zsinagógában Vasvári Pál utca 5, ott már fogunk imádkozni péntek este, 19:30-kor, remélem, hogy jó idő lesz az időjárás, akkor kint fogunk imádkozni az udvarban, remélem, hogy találkozunk viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!